Na most nem vagyok ezen a feljáron, az előbb beszéltem, ott van a főépület, ez itt a kampusznak egy ilyen kicsike kis szépes parkja, hát park vadon menően, mert ott vannak ilyen utat keresztbe rajta, de ezt még mindenket állom, hogy például oda, azon a kis videón hogy lehet átmenni. Nem azt mondja, elnézik. Na mindegy, és akkor ott lakom. Ja. Ahol a daru van, nagyjából ott lakom, mert ugye még építik az épületeket. Az enyém az már kész van, de ott az ajtó mellett ott még mindig fel van bontva minden, meg az ablakon kinézek, akkor is látszik. És ott is van egy szép kis tó, elég nagy, itt a híddal, szökőkút, minden, ott az valami színpad, az nem tudom miért. De, és akkor arra van Keflavik, arról jöttünk busszal. És a BSI buszterminál, az ott van nagyjából a ha mögött a narancsárga szar, kis bassza egy vonalban mögötte. Jöttem a frászt? Az a narancsárga bizbasz az a BSI. Na hát onnan gyalogoltam el éjszaka odáig. Arra mondták, hogy taxit kéne fogni. De megkérdeztem a buszterminálon, azt mondták 2000 forint. Vagy korona. Na most 4000 forintért ezt a 500 méteres távolságot ne ökösen. Úgyhogy inkább megtaláltam a kis gurulós bőröndömmel. Ami nem volt olyan könnyű húzni a bőröndöt ezen a szaron. De mindegy. Rengeteg vízimadár ott repül. Nagyon sok sirály, liba, vadlibák fotóztam, és ott mennek például sirályok, halfarkasok. Rengeteg fura állat van. Ezek vadlibák. Nem fura, csak hogy na, érted, ott van nem látszik ennek a parkban.